Bizantina, a gyapjas tisztes fű, vagy ahogy sokan ismerik, a nyuszi fül. Hát egy fantasztikus növényünk, amelyeket akár sziklakertbe, akár ágyások szegélyére be tudunk ültetni. Leginkább általában a gyepfelületek és az ágyások találkozásánál szoktuk alkalmazni, mint egy átmenetet képezve. Ugye akkor, amikor a virágai nyílnak, akkor sokan azt gondolják, hogy hát az egységes felületét, ezt a nagyon szép molyhós, hát tényleg nyuszi fülére emlékeztető leveleit, illetve az összességében összeálló lombozatát ez megtöri. Ezért hát akinek nem tetszik a virága vagy a virágzat, az nyugodtan vágja le ilyenkor, és akkor gyakorlatilag egész évben tud ebben a nagyon szép növényben gyönyörködni. Alapvetően laza talajba érdemes ültetni, jó vízgazdálkodású, jó levegőháztartású talajba, és hát arra kell odafigyelni, hogy a pangóvizet azt nem bírja, mert a gyökerei azok könnyen megrothathatnak. Sajnos nem annyira egységesen és homogénen gyakorlatilag futja be a talajnak a felületét, amiatt azt kell érteni, hogy nagyon sokszor különösen szennyezett területeken, vagy azokon a részeken, ahol a kertünk esetleg elhanyagolt, bizony a gyomok azok feltörhetnek közüle, de ezt általában gyomlálással, illetve egy rendezett kert alakítással ezt meg tudjuk oldani. Tehát aki a nyuszi fülben gondolkozik, az a sziklakertek, illetve ágyások szegélyére hát egy ilyen képet tud ennek a növénynek az alkalmazásával kapni.